Egy hosszú távú együttműködés eredménye ez a pályázat, amit ebben az évben kezdtünk, január 1-ével. A partnerünk a Zegri Életfa Környezetvédő Szövetség. Az eredeti elképzelésünk az volt, hogy egy olyan együttműködési modellt szeretnénk felállítani Göbörben és a Borsod-Hevesi megyében, amely hosszú távú együttműködéseket és olyan pályázatokat tudna generálni, hisz egyik nem hivatalos neve pályázatnak az is, hogy pályázati generátor, amely elősegíteni a formális együttműködéseket a civil szektor, az önkormányzatok és a vállalkozók között. A pályázatnak néhány tevékenysége van, amely képzésből, a hálózatépítésből és informatikai képzésből. Természetesen mi főleg a civil szervezetekkel foglalkozunk, mert az a célcsoportunk, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy minden olyat megtanítunk nekik a képzések által, amelyek fontosak egyrészt az Európai Unió rendszerében való eligazodás szempontjából, másrészt meg bizony az új információs technológiát meg kell tanulni, kezelni, hisz azzal tudjuk őket versenyképességet tenni. Mivel hatalmon átnyúló együttműködésről van szó, az elképzelésünk az volt a pályázatban, hogy minden olyan jól működő modellt, ami működhet Egerben, vagy a Borsodi megyében, vagy Hevesben, azt megpróbáljuk minimálisan bemutatni, és ennek egy továbbfejlesztett változata a mi feltételeinkre szabva, itten folytatva véghez is vinni. Úgyhogy több olyan nagyon jól működő modellt hoztunk át Gömörbe, ami Magyarországon működik. Természetesen a reciprocitás elvén mi saját modelljeinket próbáltunk bemutatni Egerben. Nagyon sikeresnek értékeljük a programot. A partnerség, hálózatfejlesztés és hálózatépítés területén olyan tapasztalatokkal gazdagodtunk, amelyet, hogyha magunkban generáltunk volna, akkor nem lett volna olyan eredményes, mint a szlovákiai partnerrel. Ki tudtuk cserélni a tapasztalatainkat mind a képzés, mind a szakértői együttműködés területén, és olyan új kapcsolatokat tudtunk létrehozni különböző szervezetek között, amely tovább erősítették a két ország civil szervezetei közötti kapcsolatokat. Tehát mindenféleképpen eredményesnek ítéljük, és nagyon hasznosnak, és arra törekszünk, hogy a későbbiekben a hálózatépítés területén egy új programot tudjunk létrehozni, amely nagyon korszerű elemekkel rendelkezik, ugyanis ezt a felhő alapú információ cserét próbáljuk elterjeszteni, és köznapi értelemben is teljesen mindennapossá tenni a civil szervezeteknek a munkájába, amelyen most az informatikai világ a következő időszaknak a tovább lépését is körvonalazza. Ugyanakkor rá kell azt is mondani, hogy sajnos azért vannak adminisztrációs nehézségek a programban, amely azért nem jó, hogy a szlovákiai részről a kifizetéseknek a engedélyezés elég lassú a pillanatnyi helyzetben. Gondolom ez összefüggésben van a kormányzati változásokkal, míg nálunk ez nagyon gyorsan megy Magyarországon. Ezért tehát ez az egyetlen egy negatívum, amit említeni tudok, hogy lelassultak a folyamatok azért, hogy már el vagyunk, két elszámolásunk megvan, de sajnos még nem érkeztek be azok a források, amely a későbbi időszaknak ugyanett típusú tevékenységének a finanszírozását is elősegítették.